No, nem várunk tovább, mert tudjátok, nagyon rövid lesz az idő a végén. Nagyon röviden szeretnék szólni, csak nagyon-nagyon hálás vagyok a mindenható Istennek a mai napért. Jobban, mint azt szavakba tudnám önteni. Nagy ajándék a testvériség, a szeretet, a bizalom, az elfogadás, és az, hogy tudjuk dicsőíteni őt. Hálás vagyok érte, és nagyon jól esik az is, hogy ennyire ott van mindannyiótokban az, ez az érzés, ez a vágy, hogy dicsőíteni a mindenható Isten. Eszembe jutott egy történet, nagyon jól ismeritek, és csak néhány verset szeretnék felolvasni erről, hogy milyen hihetetlen ereje van a dicséretnek, a dicsőítésnek. Jósafát idejében történik, amikor megtámadják Izraelt, az ammoniták, meg az edomiták, és a nép fölgyűlik Jeruzsálembe, és bizony fél. Nagy az ellenség, és gyakran mi is úgy vagyunk, hogy nagy az ellenség. De mindannyian megtapasztaltuk, hogy Isten dicsőítésében egészen más dimenziót kap az ellenség is, meg a szereposztás is. Néhány verset hagy olvassak a 2 Krónika 20-ból. A proféta, amikor az Isten lelke reászál, és ott a félő tömeg közepette föláll, akkor azt mondja, nem kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az Úr, Júda és Jeruzsálem. Ne féljetek és ne rettegjetek. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósafát arcra borult a földön, és Júda és Jeruzsálem lakói is mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A kehátiak és a kóraiak fiai közül való léviták pedig fölálltak, hogy az Urat, Izrael Istenét nagy fennszóval dicsérjék. És kora reggel felkészültek, és kivonultak Tekóa pusztájába. Amikor kiindultak onnan, Jósafát megállt, és azt mondta, halljátok meg szavamat, Júda és Jeruzsálem lakói, bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősít titeket, bízzatok profétáiban. Majd miután tanácsot tartott a néppel, előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék az ő szent, hogy dicsérjék őt szent öltözetbe, a sereg előtt menve, és énekeljenek. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökkévaló az ő irgalmassága. Úgyhogy kérlek benneteket, hogy álljatok most föl, és ezzel az énekkel kezdjük. Hirdessétek az Istent, adjatok hálát az Istennek, mert jó. 279. ének. Bea, jönnél a zongorához, légy olyan kedves. Első, harmadik és ötödik versét énekeljük.
Valamit hadd kérjek rögtön. Sokszor annyira nézitek azt a bizonyos kortát, hogy én majdnem mindegy, hogy mit csinálok itt. Mindenki a saját tempójában csinál, amit gondol. Ezen jó volna változtatni. Kérlek, hogy ne magatokban ütemezzetek, ne a saját lábatokkal próbáljátok a taktust, hanem figyeljetek ide. És akkor talán nem lesz ennyire bontatott, hogy éreztem magam, hogy talán érdemes egy picit jobban össze hangolok. 330 első második. Álljunk föl, adjunk hálát. Drága Szent Atyánk, hálásak vagyunk, hogy összehoztál minket. Hálásak vagyunk, hogy ismét a régi módon dicsérhetünk téged. Annyira jó így együtt lenni testvérekkel, akiket régen láttunk. Arra kérlek, hogy legyél itt most köztünk. Áld meg a dicsőítésünket, áld meg az együttlétünket. Kérlek, vigyázz ránk, úgy, ahogy ide érhettünk, úgy tudjunk majd hazafelé is menni. Kérlek, hogy az egész délután te legyél a középpontban, és az egész motiváció az az legyen, hogy a te szent neved legyen dicsérve most is. A Szent Fiad érdemében. Ámen. Arra gondoltam, hogy most mondok néhány szót arról a következő körülbelül 4 óráról, ami előttünk áll. Most 3:30 van, úgy terveztük, hogy körülbelül 7:30 lesz az az időpont, amikor véget ér. Nyilván azért ez rugalmasabb ennél, de ez a cél. A
A múlt alkalommal, januárban azt tapasztaltuk, hogy nagyon szét tud esni akkor az éneklés, hogyha a közepére beiktatunk egy olyan uzsonnát, ami után hát nagyon nehéz újra kezdeni. Szinte lehetetlen. Egyébként ezt jól ismerjük a saját múltunk gyakorlatából, hogy akkor kéne legalább 4 óra a beszélgetésre. Arra most nincsen mód. Úgyhogy a végére hagytuk. És ezzel lehetőség van arra is, hogy aki szeretne hosszabban itt maradni és több emberrel beszélgetni, akkor arra minden lehetősége adott, addig, amíg itt lehetőség van rá, nyugodtan lehet beszélgetni. Természetesen megszakítjuk a közepén, hogy ne legyen nagyon fárasztó. Nagyjából most 3:30-tól 6:30-ig tartana az éneklés, az összesen 3 óra, és közben volna egy rövid üzenet. Robit kértük meg rá, és aztán folytatnánk újból a dicsőítést. Ez a nagyjából a menetrend. Használható a nagytermen kívül, itt van fölöttünk a kisgyermekek és a kisgyermekes szülők számára a bébiszoba, látjátok, teljes betekintést nyújt a nagyteremre, és ott van fönt a karzat, ami örömmel látok, hogy már most 6:30-ig tele van. Üdvözlőlünk ott is mindenkit. Ha itt nagyon elfogynának helyek fönt, jobbra a teremtől föl lehet menni a második szintre az a karzat. Nem lesz gyerekfoglalkozás. Nincsen rá mód, és nagyon nem szeretnénk kiszúrni senkivel, aki fölvállalna azt, hogy 3 órán keresztül, amikor végre ő is együtt lehet a testvérekkel, akkor ő ne legyen együtt, viszont lesz gyerekfelügyelet. És a gyerekfelügyeletet azt valahogy úgy képzeljük el, hogy most megkérem a gyerekes szülőket, hogy álljanak föl, és utána azt szeretném, hogy egy 20 percenként 2-2 szülő kint lenne. 20 percre, nem többre. Ez a 20 perc alatt a feladat az volna, hogy a közterekben, ami tulajdonképpen itt a bejárattól tart, az étkező meg az előtte levő udvar, az felelősségteljesen nézzétek át, vagy nézzetek oda, legyetek ott, hogy lehetőség szerint a gyerekek ne okozzanak magukban sem kárt, meg az itteniekben sem, meg az esetleges hát anyagi javakban se okozzanak kárt. Ez ne a futkározásról szóljon. Ti tudjátok, hogy ki és hogyan szeretné ezt elérni. Kérlek benneteket, hogy így 20 perces váltásokban ez történjen meg. Ezen kívül egy embert szintén ilyen 20 perces váltásokban szeretném, hogyha itt állna az ajtónál, már részt lehet venni így persze az énekben is, de azért, hogy lehetőség szerint a gyerekek ne az utcámra menjenek. És hogy legyen egy olyan fajta áttekintés, hogy aki bejön, azt lehessen köszönteni, akkor kimegy, attól el lehessen búcsúzni, és a gyerekek pedig inkább benn maradjanak. No, hát ezt szeretnénk ma, és most akkor kérném, hogy gyerekes szülők, akik úgy gondolják, hogy a gyerekei nem fognak itt lenni bent végig, álljatok föl. Jól van, hát akkor mindenki itt lesz, végig itt lesz. De jó. Jó van. Egy van már, egy egész ember már van. Hol van a másik? Maradjatok állva már, Józsi, köszönöm. Jó, van még valaki, aki gyerekkel jött? Vagy csak én gondolom úgy, hogy megkérdezném, hogy mi ez a tehénbőgés, Sámuel. Jó van, látom, te is vagy. Oké. Ez már 3. Akkor vegyetek mellett, magatok mellé vagy valakit, és akkor így. Az első 20 percre szerintem nem kell, mert akkor még mindenki élénk, akkor még a gyerekek is bent tudnak lenni. Jó. Még van egy dolog, vagy 2. Az egyik, hogy uzsonna után, aki hozott bármi tálcát, tálakat, bármit, kérlek, vigyétek el, nagyon nehéz utána kitalálni, hogy kihez tartozik. A konyhában lesz fólia, tehát, és a maradékot is vigyétek el. Nem tudunk mit kezdeni vele, őszintén mondom. Én fogyókúrán vagyok éppen, lehet, hogy nem látszik, de a helyzet az, hogy jobb, hogyha hazaviszitek. Ha maradt, vigyétek haza, fóliázátok le.
És még egy dolog, itt valamikor még itt az első fél időben körbeindítunk egy doboz gyűjtés céljából. Ennek nagyon egyszerűen az a célja és vágya, hogy azért szeretnénk hozzájárulni az ittenieknek a költségeihez, mert vannak a takarítástól kezdve a világításig. És azt hiszem, hogy ez így tisztességes a mi részünkről is. Ami összegyűlik, azt én úgy fogom odaadni, ahogy összegyűlt a lelkipásztornak, akinek ezúton is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget. Valószínű, hogy azért le fog jönni közénk Kübler János. Nagyon-nagyon szeretjük egymást, és köszöntsétek ti is őt is szeretettel. És akkor elkezdjük az éneklést. Aki hangszeren játszik, arra kérem, hogy jöjjön előre. Nem sokan vagytok, 1, 2, 3, a Zsófia 4., 5. a Hermina, mint megérkezik, a 6., és a Máté jön még csellóval, emlékeim szerint azt mondta. A lányommal, a Herminával akkor te fogsz játszani első hegedűt itt, jó? Kata, ti ketten játszotok második hegedűt, és akkor hát egyelőre gyere te Harsonával, és majd akkor, amikor megérkezik a Máté, akkor ő is, de jön már is a fuvola is, de jó. Kettesével nézzetek egy állványt, mert akkor... Szia. Hadd kérdezzem meg, hogy zongorista, ne szerénykedjetek, ki van zongorista Beán kívül? Árulkodjatok. Kit láttok, aki zongorista, csak nagyon szerény? Hát akkor be, ami majd váltogatunk, igen, az lesz, jó? Jól van, akkor... Újból azt kérném, nézzétek a vezetőt, jó? Akárki is lesz az. A 157. ének, ó, lenne bár oltár szívem, rajt illatfüst imám, s a báránynak dicséretem hálával hozhatnám. 157. Thank you.
Helga, ne vigyél a nőre.
és egy kocsi van már. Hát a kocsit te hoztál. Yeah.
Első és második vers. Álljatok fel, időről időre egyedjének álljunk fel, hogy föltesünk. Jó? Thank you.
Nem értettem, melyik ének. 121. ének. Szeretnék szabadságot adni neked arra, hogy ha akarsz állva énekelni, akkor megteheted. Tehát ne érezd úgy, hogyha a többiek ülnek, neked ülnöd kell. Szabadságod van benne. 121. És még egy fontos kérésem lenne. Tudom, hogy van kedvenc éneked, amit nyilván szívesen elénekelünk, de ha tudod, hogy nem nagyon ismerjük, akkor legyél egy kicsit visszafogott vele. Tehát ha vannak ilyen, amit mindenki tud, akkor azt kérjétek nagy örömmel és hangosan. Hangosabban, mint a másikat, amit nem ismerünk. Köszönöm. Thank you.
204. Az előbb volt egy ének, ez volt, ugye? 204. 204. ének. Thank you.
44. ének. Első és második vers. Thank you.
8. Thank you.
2.43 volt először. Thank you.
Első és harmadik vers. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Bikádi Róbert vagyok, nem tudom, hogy ki ismer, ki nem. Én úgy gondolom, hogy többötöket ismerlek. És hát Szegedről jöttem, valószínűleg ezt is tudjátok. Mesterségem címere, ha így folytathatom így, a polgári foglalkozásomat tekintve kereskedő vagyok. De a menny országának a rendje szerint pap vagyok. És azt hiszem, hogy ezt így egységesen mindannyian mondhatjuk, nem? Hogy papok vagyunk. Azzal, hogy Jézus Krisztus eljött erre a világra, és
bemutatta az Isten országát, egy teljesen új világot hozott létre, lehet azt mondani. Megbízott embereket, bennünket arra, hogy bemutassuk az Istent. Jézus Krisztus óta óriási potencia van bennünk, óriási lehetőség van bennünk arra nézve, hogy megdicsőjön az Isten. Itt többen mondhatjuk azt, hogy papok vagyunk, és azt gondolom, hogy ezt nem büszkeséggel, hanem nagyon nagy alázattal kell, hogy kijelentsük, hogy papok vagyunk. És itt tényleg a legfiatalabbtól kezdve, a legidősebbik, aki elfogadta az Urat, aki elfogadta Krisztust, annak van egy nagy lehetősége és egy nagy feladata, mégpedig az, hogy ebben az elnehezedő világban, ebben a gondterhelt világban bemutassa az Istent. Bemutassa az Istent, és megdicsőítse az Istent, hogy fölragyogjon az Isten, hogy megláthatóvá váljék az, hogy létezik egy alternatíva, létezik egy lehetőség emberek arra, hogy boldog életetek legyen. És az Isten ezt adta nekünk nagy ajándékul, hogy ebbe a szolgálatba állhatunk bele. És tudjátok azt, hogy a Biblia azt mondja, hogy mi meg vagyunk áldva minden lelki áldással a mennyekben, Krisztusban. Óriási, ha lehet azt mondani, potenciál lakozik bennetek, bennem arra, hogy véghez vigyük ezt a nagy feladatot. És véghez tudjuk vinni, én azt gondolom, hogy az Isten eltökélt arra, hogy rajtunk, általunk keresztül megdicsőjön, hogy megmutassa magát. És hogyha egy őszinték vagyunk magunkhoz, és egy kicsit úgy önmagunkban nézünk, akkor rá kell jönnünk arra, hogy nagyon sokszor nem a király oldalról közelítjük meg az identitásunkat, hanem amit, ahogy említettem nektek, egyszerűen csak, és mindenki helyettesítse be magát, kereskedő, vagy édesanya, vagy köműves, vagy bármi a földi foglalkozást tekintve is. És nagyon fontos az, hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk, mert hogyha csak a földi foglalkozás oldaláról nézzük ezt a nagy lehetőséget, akkor sokszor úgy az ember úgy megnehezül, hogy ezt nem tudom csinálni. Vagy olyan praktikákhoz nyúlunk, amit lehet így mondani módszerek. Amit tanulunk a világban, arra nézve, hogy dicsőjön meg egy cég, hogy dicsőjön meg egy vállalat, és elkezdünk ilyen praktikákhoz nyúlni, és részsikereket érünk el. De én szeretnék nektek most csak pár mondattal egy harmadik útról beszélni. Arról az útról, amit Krisztus hozott el, amit Krisztus mutatott be. Mert ha így fogalmaznék, hogy egyedül Jézus volt az, aki tökéletesen meg tudta dicsőíteni az Atyát ezen a világon. El is mondja a főpap imájában, hogy Atyám, én elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, megdicsőítettelek téged ezen a földön. Amikor Krisztus itt volt ezen a világon, akkor ahol ő megjelent, ahol ő megnyilvánult, ahol ő valamilyen szinten beszélt, oda nyúlt, ott élet fakadt, ott az Isten országa jelent meg. Nagyon sok embernek jelentett ez a nehézségben, a próbákban egy felüdülést. Ahol Krisztus volt, ott győzelem volt. És sokszor mondjuk azt, hogy Krisztus jött, látott, győzött. De hát Krisztus elment. Krisztus nincs itt. Hogy állhatok be abba a munkába, amit Krisztus elvégzett tökéletesen? Hogy tudom én ezt megoldani, az Isten megdicsőítését? És itt szeretnék... Ugye, mert ez volt az alap, az első fázis, hogy Krisztus elvégezte, és itt szeretnék most két új lépcsőfokról beszélni. Egy olyan lépcsőfokról, amelyre az Isten szeretné, hogyha fölállnánk arra nézve, hogy az ő országa megdicsőjön. És az első lépcsőfok az az, amit én úgy gondolom, hogy többen ki tudunk mondani, és szívből őszintén, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez egy hatalmas dolog. Ha őszintén belegondolunk ebbe, hogy Isten egy természet feletti dolgot vid véghez az életünkben. Azok életében, akik átadták magukat neki, akik hisznek benne, azokba az Isten belenyúl,
ilyen orvosi módon, és kicserél valamit. Ad egy új szellemet, egy lelket. Ki hogy szokta fogalmazni? És beletesz az Isten valamit az életünkben, életünkbe, mégpedig Krisztus életét. Azt az életet, amiről beszéltem csak egy pár gondolatban. Ahogy Krisztus, ahogy megdicsőítette az atyát, úgy te, benned ő ugyanezt a munkát véghez tudja vinni. Ez az óriási plusz, amire fölléptünk, amire fölléphettünk többen. És az Isten megdicsőítését tekintve sokszor úgy vagyunk ezzel, hogy hát ez a cél. Ez a végcél. Én bennem Krisztus él, Krisztus általam véghez tudja vinni a munkát. De szeretnék nektek mondani valamit, mégpedig azt, hogy ez csak egy eszköz a következő lépcsőfokra. És szeretném nektek felolvasni, hogy mi is ez a következő lépcsőfok, amire az Isten szeretne bennünket fölállítani. És amikor fölállít majd bennünket erre a lépcsőfokra, akkor nagyon kérem, hogy azt lássátok, hogy ez nem a mi munkánk, egyikőtök munkája sem, hanem a nagy főpapnak a munkája, aki alá rendeződhetünk. Ezt mondja a Galatákhoz írt levélben az Isten igéje a 3. résznek a 26. versében, hogy mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. Mert akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöztétek fel. Hatalmas mondatok. Krisztust öltöztétek fel. Nincs zsidó sem görög, nincs szolga sem szabad, nincs férfi sem nő, mert mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Itt előkészíti, én úgy gondolom az ige azt, hogy kedves hallgatók, kedves fiak, nem egyedül vagytok. Nem egy olyan életetek van, ami egymástól szuverén és független, hanem mindnyájan egyek vagytok. És hol vagyunk egyek? Miben vagyunk egyek? És ez az a lépcsőfok, amit Isten nekünk Jézus Krisztusban megadott. És ez így hangzik. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és tagjai részszerint. Mert az, más helyen így írja, mert az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók. Micsoda felemelő dolog, nem? Amikor azt halljuk, hogy Krisztus teste vagytok. Ti, akik éltétek azt az életet, amit éltetek, Isten megelevenített és belehelyezett egy testbe. És miért fontos ezt tudnunk, hogy belehelyezett egy testbe? Azért, mert hogyha megint őszinték vagyunk magunkhoz, akkor láthatjuk azt, hogy igen, Krisztus teljességgel bennem tud lakozni, viszont, mivel én csak egy ember vagyok, részszerint van bennem az ismeret, részszerint van bennem a lehetőség, Krisztus részszerint tud bennem megnyilvánulni. Én nem vagyok a teljes, nem vagyok az egész. Az Isten azt szeretné megmutatni, és ez az az ő nagy terve, hogy mindnyájan, akik megkeresztelkedtetek, akik hisztek, beletagozódtatok egy testbe, nincs különbség, egyek vagytok, egy óriási lehetőségnek a birtokosai, Krisztusban beépültetek. Mi képezzük Krisztus testét mindannyian, akik itt vagyunk. És ez nagyon fontos látnunk, mert hogyha csak önmagadra nézel, és őszintén belenézel a lehetőségeidbe, én is így belenéztem az önmagam lehetőségeibe, és arra gondoltam, hogy ha én most ide kiállnék, és elkezdenék énekhangon az Istent megdicsőíteni, akkor lehet, hogy nem lenne ez olyan nagy dicsőség az Úrnak, hanem pár percen belül így kiürülne a terem. Képtelen vagyok valamire. Szükségem van rátok, ugyanúgy nektek szükségetek van a másikra, rám, és így tovább. Így alkotunk egy egészet. Így tudjuk egymást kiegészíteni. És az nagyon fontos, én úgy látom, hogy ha csak nézitek ezt a nagy igazságot, hogy Krisztus testének a tagjai vagytok mindannyian, akkor próbáljátok, és próbáljam én is belehelyezni magam ebbe a testbe, hogy hol vagyok. Hidd el, és higgyem el, hogy Isten rajtad keresztül valamit szeretne adni a testnek, és a testen kívül ennek a világnak.
Ugye a korintusi levélnek a 12. része az beszél arról, hogy, és most ezt nem olvasnám föl nektek, de hogyha van időtök, akkor majd nézzetek bele, ez az 1 Korintus 12-ben van, hogy a testnek különböző részei vannak. És akkor elemzi azt, hogy, és nagyon egyszerűen, és nagyon frappánsan, és értetően, hogy mi lenne, hogyha a test csak szemből állna, mi lenne, hogyha a test csak kézből állna, akkor valahol egy ilyen torz szülemény lenne. Azt mondja ez a rész, így végig vezetve, hogy mindenki a saját helyén van, és mindenki funkcionál a maga területén. Nincs olyan az igazi testben, hogy az egyik lenyomja a másikat. Krisztus testében egy gyönyörű egység van. Egy olyan élő szervezet, ahol mindenki tudja a helyét, ahol mindenki végzi a feladatát, és nem másért, nem önmaga dicsőségéért, hanem azért, mert tudja a helyét, tudja a lehetőségeit, és célként az egész testnek szeme előtt lebeg az, hogy az Istent megdicsőítse. Ezért kell, kedves testvéreim, egymást bátorítani, egymást segíteni, hogy a helyünkre kerüljünk, oda kerüljünk, ahol vagy, ahova az Isten eltervezett és belehelyezett. Ez egy olyan csodálatos szervezet, amit az Isten létrehozott, a gyülekezet, egy olyan élő dolog, ami nincs a világon sehol, máshol. Ember nem tudná ezt létrehozni. Ha csak őszintén belegondoltok abba, hogyha nagyon komoly és nagyon jó szervezetre gondoltok, csapatra, ami funkcionál, ami győzelmeket arat, az meddig él, amit ember hozott létre? És most egy kicsit szeretném nagyon testközelbe hozni, nem tudom, hogy mennyire szeretitek a futballt. Ott van egy élcsapat, a Barcelona, akit valahol mindannyian ismertek, és ott van egy sztár játékosuk, akit ugyanúgy szinte az egész világ ismer, a Messi, és az egész csapat Messi körül van. És ez a Messi, a mi Messink, ha lehet így mondani, nagyját tette ezt a csapatot. Barcelonát. De mi van akkor, ha Messi kiöregszik? És egyre látjuk azt, hogy kiöregszik a hátvédeket, meg a csatárokat, meg a középpályásokat, akik ott vannak körülötte, akiket ő nagyját tett, azok egyre jobban kezdik érezni, hogy ez kezd ellaposodni a csapat. Vagy ha néztek egy pártot, ahol ott van egy komoly pártvezér, és a maga karakterével, a maga karizmatikus megjelenésével létrehoz egy pártfegyelmet, és sikeres a párt, megy előre, de csak egy pontig tud előre jutni, az ideológiák mentén, megy előre, de hogyha kiiktatjuk a pártvezért, akkor az egész halott. Isten testében nem így van. A mi vezetőnk, a mi főpapunk az örökkő él. Ő az életet hozta neked és nekem oda. Azt az életet, ami önmagáért beszél, amit ember nem tud utánozni, ahova te meg én beletagozódhatunk. Együtt, ha lehet azt mondani, együtt vagyunk a tőn, és együtt szívjuk azt az életadó nedvet, ami Krisztusból árad. Így lássátok magatokat, így lássátok a lehetőségeket, és ugye, ha már Krisztusról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy ha testben vagy, és miért ne lennél ott, akkor egy feladatod van, alárendeződjél Krisztusnak. Alárendeződjél. Amit Krisztus neked megmutat, amit Krisztus rád terhel, azt fogadd el, és engedd meg, hogy ő irányítson tégedet. Ugye, arról beszél ez az igaz a korintusi rész, hogyha helyesen működik ez a test, amiben ez az isteni közösség, amit létrehozott ő, akkor ilyen megnyilvánulásai vannak egy igazi testnek. És most képzeljétek bele magatokat, hogy ott vagytok ebben a testben, ami így funkcionál, hogyha szenved egy tag, akkor együtt szenved vele a többi. Vagy hogyha egy tag dicsőségben részesül, akkor mindegyik tag örül vele. Nem így van? Ez milyen csodálatos, hogy együtt dobban, együtt megy előre az Isten által létrehozott szervezet, ami Krisztus maga. Ahol Krisztus él, amit Krisztus hozott létre. És csak egy példa így a végére nézve, hogy mennyire különbözőek vagyunk. Most
Gondoljátok el, hogy amennyire a test különböző részekből áll, és különböző hatásoknak van kitéve, ugyanúgy ti is, én is különböző hatásoknak vagyunk kitéve, és teljesen különböző helyről jöttünk, de mégis isteni csoda folytán, ugye benne vagyunk valahol egy egységben. De a különbözőséget, csak hogyha megfigyeled egy testnél, akkor például ott van egy kődarab, és ez a kődarab eltalálja a kezet, akkor nem történik olyan nagy baj. Érzi a test, de a nagy baj nem történik. De hogyha ebből a kődarabból leveszünk egy pár morzsát, porszemet, kőszemet, kis aprólékot, és azt a szembe szórod, akkor attól a pár kis szemtől az egész szem, ha lehet így mondani, az elkezd könnyezni. Akkor lebetegszik, akkor nem lát. Egy kis porszemtől másik testrészt egy kő találta el. Kedves testvéreim, így lássátok egymást, így lássuk a másikat, hogy különböző helyről jöttünk, különböző érzékenységgel vagyunk megáldva, és ne várd el tőle azt, hogy ugyanúgy fog reagálni egy-egy nehézségre, mint ahogy te. Krisztusban nézd a te testvéredet, és fogadd el, hogy ő máshonnan jött. És van egy mondóka, azt ismeritek gyerekkorból, a gyerekeinknek mondtuk valahol, hogy a kézre mutattunk, és a funkcióit mutattuk be egy-egy ujjnak. Ugye az volt, hogy ez meglátta, ugye ez meglőtte, ez hazavitte, ez megfőzte, és az utolsó, a legkisebb meg mind-mind megette. Ismeritek, ugye? És ezt csak azért szerettem volna nektek elmondani, mert sokszor az a nagy problémánk, hogy benn vagyunk ebben a testben, hogy mindenki különböző feladatokat lát el, és elkezdjük dicsőíteni a nagy vadászt. Vagy elkezdjük dicsőíteni a nagy szakácsot. És hol van a lényeg? Nem abban van a lényeg, hogy mindnyájan, mind az öt új, egy helyről jön. Krisztusból táplálkozik? Vagy az egyik új elkezdi a másik újat dicsőíteni. És így tovább. És közben ott van a legkisebb, aki mind-mind megette, és nagyon sokszor az van, hogy ezt a legkisebbet egy nem jól felálló közösség mindig csak etetni akarja. Mindig úgy van vele, hogy a legkisebb csak egyen. És sokszor a legkisebb úgy érzi, hogy neki tényleg az a feladata, hogy csak egyen. És ez nem így van. Az Isten azt szeretné megértetni, hogy Isten így hangzik az ige, hogy Isten úgy szerkesztette egybe a testet, hogy az alább valónak nagyobb tisztességet adott. Nehogy meghasonlás legyen a testben, hanem a tagok kölcsönösen gondoskodjanak egymásról. Az alább valónak, a legkisebb, aki eszik, abból ugyanúgy lesz majd vagy egy vadász, vagy egy szakács, vagy bárki. Kedves testvérek, amikor egy közösségben vagytok, akkor ne érezzétek azt, hogy nektek mindig enni kell, és aki esetleg vadász vagy szakács, az ne gondolja azt, hogy neki csak mindig úgy fölülről kell adni a dolgokat. És legvégső gondolatom az, hogy az Isten igéje azt mondja, hogy ez egy működő dolog, és erre példát is ad. Volt egy gyülekezet Tesszalonikában, ahol azt mondja a Biblia, hogy kizendült az Isten igéje. Így hangzik az 1 tesszalonikai levélnek a 7. verse, hogy példaképpé lettetek Macedóniában és Akhájában minden hívőre nézve, mert nem csak Macedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen is híre terjedt a ti Istenben vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról valamit szólnom. Volt egy gyülekezet, ami 2000 évvel ezelőtt úgy állt fel, úgy álltak össze a tagok, hogy kizendült, hogy az Isten dicsőítette meg. Abban a világban, ahol nem volt internet, nem voltak különböző metódusok, amivel ma rendelkezünk, hanem csak egyszerűen valamivel rendelkeztek, mégpedig a Krisztus jelen valóságával és a Krisztus bennük lakozó lelke által képesek voltak arra 2000 évvel ezelőtt, hogy kizendült ez az egész
örömhír az ókori világban. És Pál meg is mondja, hogy mi volt ennek a titka. Azt mondja, a 9. ugyanennek a résznek, a 4. versnek a 9. verse. Az atyafiúi szeretetről pedig nem szükség írnom nektek, mert titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Tesszalonikában volt egy titka ennek a győzelmes életnek. Elfogadták azt, és elhitték azt, hogy Isten, a nagy Isten Krisztuson keresztül egyesével tanította a lelkeket. Egyesével magyarázta meg azt, hogy mire vagy képes. És természetesen, hogyha rajtad keresztül az Isten tud üzenni a másiknak, akkor használd, de mindig kész legyél arra, hogy az Istenre mutassál, hogy az Isten tanított, az Isten tanít téged is. Hogy egy testrész se álljon be ebbe a folyamatba. Hogy valóság legyen azt, amit Isten megálmodott. Hogy ebben a nehéz világban tényleg megdicsőlhessen ő rajtunk keresztül, így módon. És egy verset szeretném befejezni, ez a Galatákhoz írt levél 6. részének a 10. verse. És ez az ige ennek a fényében számomra most már érthető. Sokszor nem értettem. Így hangzik. Azért, amíg van időnk, tegyünk jót mindenkivel, kiváltképpen pedig azokkal, akik hozzátartozóink a hitben. Most már egy kicsit jobban értjük, nem? Tegyünk jót azokkal, mert ezáltal Krisztus teste épül, és ezáltal a világ felé tud Krisztus megnyilvánulni. Isten áldja meg ezeket a gondolatokat, és mélyítse, és vigye tovább az életünkben, mert a potenciál, ahogy említettem, bennünk van, Isten elvégezte, csak éljünk vele jól, hitben, alázattal. Amen. No, félve mondom a következő két mondatot. Az aggódásom oka az, hogy vajon nem lesz ebből az, hogy nem jön vissza senki. Már ezt ti tudjátok, mindannyian magatok, tartanánk egy 10 perc szünetet, nem többet, egészségügyi szünet, nem a vacsorának az ideje. Lesz valami, ami miatt föl kell készülni, Pallag Laciék hoztak gitárt, meg dobot. Nem lesz könnyű zenei dolog, de viszont a zöld könyvekből néhány éneket egy könnyebb előadás stílusban fogunk közösen elénekelni, amint ez készen van, és ehhez kell azért 10 perc. No, úgyhogy nem kiakasztva benneteket, de hagyd mondjak egy rövid igét, ne menjetek még. Dániel könyve és teljesen más szövegkörnyezet. Ezt parancsoljuk néktek, ó népek, nemzetek és nyelvek, jelenlévő gyülekezet. Mihelyt meghalljátok a kürcsíp, citera, hárfa, land, duda és mindenféle hangszer hangját. Kérlek, gyertek vissza.